Szorosan anyja nyomában lépdel Lávakő, majd ahogy a futtatóba érnek, maga biztossá válik. A kis kanca Csikó bő egy hete született. A Debreceni Egyetem őshonos génmegőrzési programjának idén ő az első Csikója. Itt láthatók a Csikónak a felmenői, és 19 generációnál volt az édesanyja. A tenyésztési szabályzat szerint a Csikó és az anya nevének azonos betűvel kell kezdődnie. Léda után így lett a kis jövevény Lávakő. A Debreceni Egyetemen már évtizedek óta tenyésztik az úgynevezett gidránt. Az intézmény fontos feladatának tartja az őshonos állatok génmentését. 1970-es években kihalófélbe volt a gidránt, tehát összesen 17 kanca volt az országban, és gyakorlatilag, mivel a őshonos lófajták közül a gidrán volt az, amelyik a legkisebb egyetszámmal rendelkezett, így az egyetem akkori vezetői úgy döntöttek, hogy ezt a fajtát kezdik el tenyészteni. Minden itt született ló a Debreceni Lovas Akadémiára kerül. 3 éves korában Lávakövön már hallgatók lovagolhatnak majd. Az ország gidrán állományának 10%-a a Debreceni Egyetemen található. Lávakő a 21., de a létszám folyamatosan nő. Ez az apróság a legifjabb jövevény. Ez a kis Csikó tegnap este született. A génmegőrzési program keretében idén még 7 gidránt várnak itt a Debreceni Egyetemen. A napszemlét Nádasdi Anikó tudósította.